Ez az a kínai gyártmányú elektromos busz, ami a jövőben válthatja a jelenleg használatos buszokat egész Európában. Az akkumulátorok az egyesek fölött vannak, elhelyezve. A cég képviselői az Alba Vonánhoz jöttek most tárgyalni. Jelenleg ez a busz a lehető legkörnyezetkímélőbb világszerte. Gyakorlatilag nincs káros anyag kibocsátása. Mind a mellett gazdaságosabb is társainál, 10-szer kevesebbe kerül az üzemeltetése. Ezzel a busszal meg lehet spórolni. Tehát nyersolaj importból cirka 70-80 ezer liter olajimportot buszonként és évente. Most el lehet képzelni, hogy ennek az elégetése azért elég sok káros anyagot termel, és nagyon sokba kerül, és van egy bizonyos függőség, energiafüggőség. A jármű 12 méter hosszú, az akkumulátorok egyszeri feltöltésével legfeljebb 250 kilométert tud megtenni. Legnagyobb sebessége óránként 70 kilométer. Az akkumulátorokat 4 óra alatt lehet feltölteni, ezekből veszi fel a motor az elektromos áramot. Székesfehérvár helyi közlekedésében a technológiaváltás során alkalmas lenne ez az eszköz. Az Alba Volán vezérigazgatója szerint, ha az egyeztetések jól mennek, elképzelhető, hogy Fehérváron egy éven belül 6-7 ilyen járatos busszal is járhatnak majd a városlakók. Csak az önkormányzattal közös egyeztetéssel lehet majd megvalósítani, azon túlmenően pedig a járműveknek, ezeknek az akkumulátoroknak a töltését biztosítani kell, tehát van egyfajta műszaki beruházás is. Az elektromos busz egyébként nagyjából 2-szer annyiba kerül, mint a gázolajjal üzemelő társai, de a busz beszerzésére jelentős 85%-os Európai Uniós forrás áll rendelkezésre, a maradék 15%-ot pedig egy kínai keresztény.